A hivatás ünnepe a Semmelweis nap fogalmazott köszöntőjében dr. Rákóczi Ildikó. A hivatás személyiség megérik, de érlelhető és alkalmassá is tehető a feladatra, idézett többek fogalom magyarázatából a Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke. Harmadik éve köszöni meg az önkormányzat emlékplakettel azt az áldozatos és kitartó munkát, mellyel a betegeket fogadják és gyógyítják házi, illetve fogorvosi rendelőkben. Az alapellátási igazgató maga is az egészségügyből érkezett, tudja, milyenek itt a hétköznapok. Azt lehet mondani, hogy jó, mert nagyon jó a csapat összetartás. Tehát én azt gondolom, azok, akik benne dolgoznak, és a napi szinten tudják, hogy milyen nehézségekkel küzdenek, azért összetartanak az egészség dolgozók. Tudjuk az árnyoldalait, és tudjuk a szép oldalait, és ilyenkor én mindig azt mondom, hogy az, hogyha sikerül, hogy őket elköltség is el lehet ismerni, azokat a dolgozókat, akik tényleg ebben dolgoznak, azoknak egy nagyon jó válveregetés az, amikor itt megkapják ugye a városnak a tényleg prominens helyén, prominens személyektől. Ez egy felemelő érzés számukra és meggyőződésem. A polgármester is megköszönte az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját, és utalt arra az együttműködésre, melyben a döntések előtt az ágazat különböző szintjeitől vár információt és kéréseket. Ezen fórumok nyomán bővítik és korszerűsítik az infrastrukturális hátteret. A Szent István utcai központi rendelőépület felújítása két ütemben megtörtént. Múlt héten értékeltük a házi orvosokkal, hogy 9 rendelő felújítása teljes körület, és most 5 van még folyamatban. És hát az egészségügy támogató alap, az ETAP is már 6. éve működik, ilyen sincs egyébként Magyarországon sehol, más önkormányzatnál. És hát az is, hogy az is egy szép dolog, hogy a címzetes főorvosi címek átadására kerül sor a 20 éve szolgálatban levők részére. Címzetes főorvosi díjat vett át a polgármestertől dr. Makai Ádám fogorvos. Az igazgatóság több száz szakembere között 29 kitüntetést adtak át orvosoknak, asszisztenseknek, védőnőknek és technikai dolgozóknak. Emellett jutalmazták a két ügyeletes gyógyszertár kollektíváját. Fogászati CT felvételre is alkalmas 3D-s röntgenberendezéssel gazdagodott egy esztendeje a fogászat. 10 000-en felüli beteget kezelít 3 asszisztens, kollégájuk is a kitüntetettek között volt. Hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy visszajáró betegeink vannak. Ugye a fogászati kezelések azok nagyrészt nem csak egy alkalmat vesznek igénybe, hanem többszöri alkalom. És nagyon jó érzés, mikor úgy jön vissza egy beteg, hogy örül annak, hogy bejött hozzánk, és legszívesebben ki sem menne, mert mindig olyan kedvességgel és türelemmel látjuk el őket, ezt a nagy beteg létszámot. 201 éve július 1-én született Semmelweis Ignác, kinek szellemi és erkölcsi öröksége túlmutat azon, hogy rátalált a gyermekágyi láz okára és annak megelőzésére. Nagysága ezentúl abban áll, hogy már korábban analizálta a klasszikus statisztikai adatokat, állatkísérleteket végzett, és ezek eredményeit alkalmazta a humán gyógyászatban.